Szerusz, Csepőz Mári, az ideje jó kezdet. Ma nincs többet, ti hozzátok nem menjék. Jártam hezat, sok esőbe, sejte, sok sárból. Szerusz, Csepőz Mári, szerusz valá szolgálja. Te is osszunk! Még egy fél décit adjon idené, ott fiataludjunk. Maga is kacag, ugye? Ezek is hogy vigyorognak ezek a cigányok? Bezzek, ha most 30 esztendeje láttak volna. Akkoriban tudja, mit mondok? Ha én 30 esztendővel ezelőtt a kicsi kapuba szembe találkoztam volt a feleségemmel, aki akkor még kicsi leánka volt. Olyan társalkodásokat tudtam volt neki mondani, hogy a fényes nap az égen megállott felettünk, s duflázni kezdte a sugarakot gyönyörűségibe. Evel szemben, ha ma társalkodni kezdek az asszonnyal, a fényes nap az égen visszahúzódik a fellegek megi, az égi mennydörgés elhalkul a csevegésünk mellett. Olyan szépeket tudunk egyik a másikának mondani. Az itt ugyanaz a személy, mind a kettő. No. Hát, hiába, feltőltek a fejebb való nagy üdők. Hervadunk, fonyadunk, mint a fuszújka virág. Levékonyodtunk, mint a bóti cérnos. A minapmán vészségemre orvosra szorulék. Azt mondja nekem a doktor, hogy többet azt mondja, borítolt ne igyék. Jó, mondom, csak a sertő le ne tiltson. Jaj, azt mondja, sem sebb, sem bort, még a zillatjának a szagját is kerülje. Jó, van, mondom, bétartom, ha az egészség úgy kívánjas, kijövök tőle, csak akkor térek észhez, hogy sertől, bortól egész életemre letiltott a doktor. Még áldott szerencsém, hogy a pálinkát nem kérdeztem meg tőle, mert azt is letiltotta volna, mennyeze van, s most itt vonné. Mi az úgy csinálnék? Pedig itt van ezt a fél décit, megivom, s milyen fiatal lettem tőle, 30 esztendővel fiatalok vagyok. Te is asszony, adja már ide ezt a décit, ide álljatok mellénte. Jobb felül a pirímas, bal oldalon mellé a kontorás, elég a nagy bőgővel ide hátom megint, ott brummogtassad, szindolmos álljon szemtől szembe, petyektessed, frissen, bátran ezt a fiatal korbélit, hogy is mondták? Fehér puszulyka virág, ne járj ezt a napvilág, inkább gyere sötétbe, itt ute, ha tőlök az öledbe. Úgy sem ülök sokáig, csak 12 óráig. Az a 12 óra, itt ute, annyi, mint egy fél óra. Máj ünnepnek látó határába emelem poharom az egész országra. Az egész országnak egész határára, az egész határnak minden lakójára. Minden lakójának életje párjára, minden emberpárnak kedves családjára. Áldjon meg az Isten minden kis hajlékot. Azt a rengeteg sok kégyó, békát, gyíkot, mivel a népek most egymást hajgálják, az utolsó szálig hallják fel a gólyák. Aval hálálják meg a sok táplálékot, minden házba hozzanak 5-6 sarjadékot. Egyetlen gólyának ne legyen nyugvása, több legyen a gyermek, mint az aprókása. Legény embereknek, ifjú leányoknak, kik egymáshoz még csak titkon vágyakoznak, szüvemből kívánom az nyilvánosságot, mindnyájunk végzettjét, a szent házasságot. Evezzenek belé ők is a sorsikba, kedves anyósiknak ékes karmaikba. Az ifjú házasoknak, mint az páros csillagoknak, legyen fényes csillogási, együtt való ragyogási. Embernél az értelem, asszonnál az érzelem.
ameddig az értelem, ne tovább az érzelem. Az öregebb házasoknak, megedződött harcosoknak kívánok nagy békességet, diplomata bölcsességet. Az új kóreszméknek adják meg magikot, cseréljék fel már a szabadság jogokot. Férfiújé legyen a szólásszabadság, asszonynak elég a gondolatszabadság. Szívemből kívánom, adjon a jóságos Úristen magiknak bort, búzát, békességet, jó erőt, egészséget, gondolatjaikba bölcsességet, házas életjükbe csendességet, hajlandóságikhoz képességet, a gyermekeikbe örömet, bőséget. Áldja meg az Isten, s őrözze meg a férfiak értelmét, s az asszonyok hatalmát, kedves családjiknak minden egyes tagja. Adjon az Isten jó estét, Istálom! Hát, hogy vannak? No, hálá legyen a jóságos Úristennek, ha egészségbe kaphatom magikot, mert azt tartsa a régi közmondás, hogy csak egészség legyen, a többi megjön magától. Igaz, hogy ma már ezt is átolváltoztatták, modernizálódnak a közmondások is. Ma nem azt mondják, csak egészség legyen, hanem csak protekció legyen, a többi megjön magától. De itt van ne. Ha nekem protekcióm lett volna ezelőtt 30 esztendővel, mikor feltaláltam a rádió, be másképpen állanék. Mert nem igaz, hogy a mérnökek találták fel. Én jöttem rá a rádiónak a lényegére legelsőbben. Az alapvonaljait én raktam le 30 esztendővel ezelőtt. Mai napig is úgy van bérendezve a családom, mint egy nagy hangszórós rádiós szerkezet. Az anyósom az antenna benne. Amennyi szóbeszéd a nagy világűrbe elé fordul, mindezt eszed is, mind behordja a házba ez a nyomorú vénasszony. A feleségem, ő a hangszóró készülék, az igazitól annyiba különbözik a technikája, hogy hát nálunk nincsen szünetjelző készülék lelkem, éjjel-nappal tart a leadás, ha tetszik, ha nem hallgatni kell. Én vagyok a zanótpótló a szerkezeten, akármilyen baj van, furt engem recsegtetnek, mégis én vagyok mindennek az oka. Végezetül a gyermekek azok a lámpák a készüléken, ők adnak egy-egy csepp örömet, világosságot egyszer-mátszor. Nem dicsekvésből mondom, mert nem vagyok az a természet, aki ezt már tudhassa, de ha fennvaló jóságos Úristen megsegítse és úgy akarja, mához egy esztendőre, 8 lámpás készülékkel dolgozunk, már feltéve, hogy valami légköri zavar nem jön közbe. Mert a házas életben azért előfordulnak a légköri zavarok, jábanok, hiszen még a nóta is azt tartsa, hogy meg akartam házasodni, kalambot akartam fogni, kalamb helyett a vámbarjal fogtam. Bánom, hogy megházasodtam, gólom helyett a bánkorja dobtam, bánom, hogy megházasodtam.